Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Énekes Ritát, a Petszert József Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetőjét. Üdvözöllek! Én köszönöm szépen, és én is üdvözöllek, illetve a kedves nézőket is örömmel, hogy végre ismét találkozhatunk. Igen, egy hosszabb kihagyás volt ez, mindannyiunk élete megváltozott. Arra kérlek, hogy egy kicsit mesélj arról, hogy az iskolátok élete mi módon változott meg az elmúlt időszakban. Hát március közepén nagyon hirtelen csöppentünk bele egy különleges helyzetbe, amivel még soha nem találkoztunk. Tulajdonképpen a nagy szerencsénk azt gondolom az volt, hogy a kollégáim többsége rendkívül felkészült ügyes szakember, jól kezeli a digitális eszközöket. Ennél fogva gyakorlatilag egy héten belül meg tudtuk szervezni, hogy a tanulókhoz elérjenek a szükséges tananyagok. Az a kolléganőm, aki informatikából jó, ugye ezen a területen szakember, ő segített a többieket ebben a munkában, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy hét alatt alkalmazkodtak a kollégák az új helyzethez, és elindult a digitális munkarend. Hát ez egy fantasztikus dolog lehetett, annak ellenére, hogy milyen helyzetben kellett ezt megtenni, de mégis kellett-e segítséget kérni akár eszközök tekintetében a Váci Tankerületi Központtól, vagy bárkitől? A központ is, a központ pontosabban kijavítalak, mert centrum, ugye mi centrumos iskola vagyunk, tehát a centrumunk is rendkívül segítőkész volt, de a szociális segítőktől is kaptunk segítséget. Igazán azoknak a gyerekeknek kellett segítenünk, akik nem rendelkeztek megfelelő eszközzel a digitális oktatáshoz. Ezt is megoldottuk, tehát akiktől jelzést kaptunk, ott mind a szociális segítőhálózat, mind pedig az iskolán keresztül megkapták a megfelelő eszközöket a gyerekek. Nehéz volt ez mindenkinek, ahogy említetted is, viszont voltak, akik búcsúztak, vagy búcsúznak az iskolából, talán nekik volt a legnehezebb. Hát igen, ezt mi is mondtuk, hogy szerencse, hogy legalább a szallagavató ünnepséget meg tudtuk szervezni részükre, mert a ballagás bizony a hagyományos értelemben elmaradt. Tőlem kaptak néhány búcsúztató gondolatot, amit megosztottunk a honlapon, Facebookon, hogy legalább elolvashassák az elköszönő szavakat, gondolatokat, és hát nem tudom, talán bízom abban, hogy a most végzős tanulóink, ugye a 11-12. évfolyamon itt maradnak nálunk az iskolába, hiszen lehetőségük van tovább tanulni, és akkor valahogy a következő év végén bepótolhatjuk nekik ezt a búcsúztatást is. A búcsúztatás mellett idén különleges rend szerint zajlott az érettségi, illetve a szakmai vizsgák. Itt mire volt szükség, mire kellett figyelni? Hát nyilván a fenntartói útmutatásoknak az szerint végeztünk egy korrekciót a vizsgaszervezésekben, és teljesen az előírásoknak megfelelően zajlott mind az érettségi, mind pedig a szakmai vizsgák. Jellemző módon ugye az érettségin most csak írásbeli volt, kivéve néhány eset, ahol a szóbeli az elkerülhetetlen, illetve ahhoz, hogy sikeres érettségi tehessen a diák, ugye van egy javítási lehetősége szóban, erre majd a jövő héten kerül sor, tehát még az érettségik nincsenek teljes mértékben lezárva, majd 11-én kapják meg a bizonyítványt a tanulók. A szakmai vizsgáknál szintén az érettségi, illetve a gyakorlati vizsgamunkák elkészítése volt a feladat. Talán a nagyobb szervezést az pont a gyakorlati rész igényelte, hiszen itt is be kellett tartanunk azokat az előírásokat, ugye, ami a távolságtartást jelenti, illetve a védőeszközöknek a használatát, de
A tegnapi nappal minden szakmai vizsgánk is sikeresen lezárult, és tulajdonképpen nagy öröm, hogy mind az érettségit, mind a szakmai vizsgát tekintve összesen 2 tanuló nem tudott megjelenni ebben a különleges vizsgahelyzetben, de hát annak is megvan a maga oka, úgyhogy... Akkor talán hamarosan ez is sikerrel zárul a körülményekhez képest, viszont a többi tanuló hogyan, mi módon kapja meg idén a bizonyítványát? Osztályfőnöki hatáskörbe helyeztük most ezt, és az osztályfőnökök fogják leszervezni a tanulóikkal, hogy hogyan és mikor tudnak bejönni, mert az iskolában most már be tudnak jönni a diákok a kis csoporttal és a megfelelő védelmi intézkedések mellett, tehát át tudják venni akár személyesen, vagy ha nem, akkor pedig a Kréta rendszeren keresztül a szülő értesülhet arról, hogy hogyan zárta a tanulmányait a tanuló, tehát lehet, hogy ezek az ünnepélyes aktusok most elmaradnak, tehát tömeges rendezvényünk nem lesz, de természetesen minden tanuló értesülni fog a tanév végeredményéről. Igen, a tömeges rendezvény most így hirtelen eszembe jutott a szakmák éjszakája, ami nálatok mindig egy kimagasló és nagyon sok diákot, embert megmozgató rendezvény. Egy kicsit azért elevenítsük fel, hogy idén ugyan nem lesz, de hogy milyen volt, milyen szokott lenni. Hát ez nagy szívfájdalom nekünk, hogy az idén áprilisban ugye ez elmaradt ez a rendezvény. Annál is inkább, mert erre a rendezvényre több mint 40 külföldi vendéget vártunk. A Skanzen területén, a Skanzen konferencia termében került volna sor ugye a záró nap eseményeire. Hát mondanom sem kell, hogy minden az utolsó percig megszervezésre került, ugye annak a hétnek, mert ez nekünk egy projekt hét lett volna, minden eseménye, és sajnos közbeszólt a járványhelyzet, és le kellett mondanunk minden eseményt, rendezvényt. Most újra pályáztunk ugye Erasmus programokra, nagyon reméljük, hogy nyerni fogunk a pályázatunkkal, és akkor valamikor, talán október végén, november elején alkalmunk lesz ezzel a külföldi szakmai pedagógus körrel is találkozni. Igen, mert tudtam, hogy ez most egy ilyen nagyobb rendezvény lett volna, de sajnos ez a volna, ez most ott van. Igen. Mi a helyzet a diákokkal? Ők, akik versenyekre, meg nagyon sok diákot járnatok versenyekre, igen, és ott megmérettetik magukat, ezekkel most mi a helyzet, hogy a nevezések azok élnek esetleg későbbi időpontra is, vagy teljesen újra kell kezdeni ezeket? Igen, hát itt is voltak versenyek, amelyek elmaradtak sajnos, de reméljük, hogy az őszi idényben ezek pótlásra kerülnek, és akkor ott lehetnek a tanulóink, mert nyilván nagyon készülnek, készítjük őket egy-egy ilyen megmérettetésre, és nagyon ügyesek, jó eredménnyel szoktak szerepelni a szakmai versenyeken. Milyen szakmákat érintenek ezek a versenyek? Elsősorban a vendéglátó szakmákat, hiszen az iskolánknak a fő profilja ez. Azon belül ugye a vendéglátó szakgimnáziumba járókat, illetve a szakács, cukrász, pincér tanulóinkat, őket szoktuk versenyeztetni, illetve a szakma kiváló tanulója versenyen, az eladó tanulókat. Tehát tulajdonképpen minden szakmába, ahol látjuk, hogy van lelkes fiatal, aki készülni tud egy ilyen versenyre, megmérettetés, felkészítjük őket, és akkor ott vannak az aktuális versenyeken. Ha már szakmáknál tartunk, melyek a legnépszerűbbek, hogy látod? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés most, mert biztos tudod, és talán a kedves nézők is, hogy a szakképzés rendszere az ismét átalakul, és szeptembertől ugye egy új felállásban indítjuk a képzéseket, ami azt jelenti, hogy az iskolánk technikumi képzést fog nyújtani, illetve szakképző intézmény lesz. Ez azt jelenti, hogy ugye a technikus képzés, visszatérve egy kicsit
ahhoz a régi rendszerhez, amit szerintem a nézőink talán jobban ismernek. Ez azt jelenti, hogy ez egy 5 éves, én úgy szoktam mondani, hogy osztatlan képzés lesz, mert hogy az 5 év, az 5. év végén kapja meg majd a diák az érettségi bizonyítványát és a technikus végzettségét együtt. És szeptembertől lényegében 2 ágazati irányban indítunk technikus képzést. Az egyik a kereskedelem és webáruház technikus, a másik pedig a hagyományos vendéglátóipari technikus képzés. Tehát itt bővítettünk 1 ágazati irányjal. És milyen érdekes, hogy ez az új helyzet, a járványhelyzet lényegében hatással van a beiskolázásunkra, mert nagyon sok szülő érdeklődött ugye a kereskedelem, webáruház szakterület iránt, mert ugye most ebben a helyzetben ennek van tere. Ugye nem megyünk el az üzletbe annyian vásárolni, hanem megoldjuk a weben keresztül. Tehát ez lényegében egy korszerű és jövőben mutató szakma, és ugrásszerűen megnőtt a kereslet ez szakma irányába. És emellett természetesen megtartjuk a hagyományos vendéglátóipari egyrészt ágazati technikus képzésünket, a szakács-cukrász képzést, megtartjuk a kereskedelmi értékesítő szakmai képzéseket, van egy pici műszaki vonalunk, ugye a karosztéria lakatos szakma iránt érdeklődőket várjuk most szeptembertől a nappali rendszerű képzésbe. Nappali rendszerű képzés, hány első osztály, hány diákkal indul majd várhatóan, és nekik ugye most nem lehet egy szülőértekezletet tartani, de hogy ez hogyan történik a kommunikáció a leendő elsősökkel? Hát tulajdonképpen a leendő elsősöknél talán szerencsénk van, mert ugye a beiskolázásra mi mindig megelőző év elején készülünk, tehát az őszi hónapokban magam is és a kollégáim is több általános iskolába pályaválasztási szülőértekezletre elmentünk, és egyrészt népszerűsítettük a szakképzést, az intézményt, megismertettük a szülőket ugye az új képzési rendszerekkel, úgyhogy remélem, hogy azért egy alap információ eljutott hozzájuk, és mondjuk a beiskolázási létszámunkon ez nem is jelentkezik, hogy alacsonyabb lenne, sőt azt veszem észre, hogy egy kicsit magasabb. Nem említettem meg, de tulajdonképpen az új szakképzési rendszerhez tartozik hozzá, hogy a technikus és a szakképzés mellett még indítunk egy úgynevezett orientációs képzést. Ezt azoknak ajánljuk, akiket egyrészt esetleg most nem vettek fel vágyott gimnáziumba, vagy más iskolába, és nem is igazán tudják, hogy még mit szeretnének csinálni. Mert részükre tudunk egy tanéves egyrészt kompetenciafejlesztést nyújtani, másrészt pedig több szakmai területtel megismertetni a diákot annak érdekében, hogy a következő évre egy kicsit felkészültebben tudjon választani. Szélesedik a látóköre, és biztosabban választ szakmát. Ez az évfolyam egyébként egy nagyon érdekes évfolyam, mert itt gyakorlatilag azt szoktam mondani, itt nem lehet megbukni. Tehát itt ezzel a képzéssel csak tényleg nyerni lehet, hiszen kibővül az ismeret, a látókör, és megalapozottabb lesz majd a fiatalnak a döntés, hogy hogyan tovább. Emellett gondolunk ugye a kicsit nehezebben tanulókra is, számukra pedig egy úgynevezett dobbantó program indul ősztől. Ide azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 16. életévüket, tehát úgy mondjuk, hogy már nem tanköteles korúak, és valamilyen oknál fogva nem sikerült elvégezniük erre a korra az általános iskolát. Valamiért megszakadt a tanulmányuk. Na most mi tudunk nekik segítséget nyújtani?
jelentkezzenek, jöjjenek hozzánk, és egy fejlesztéssel megkaphatják az általános iskolai végzettséget, mi több, tovább tanulhatnak az úgynevezett műhely iskolai programban, ami viszont azt jelenti, hogy hát például egy rész szakmát tudnak megtanulni, egy duális képzésben, tehát jellemzően inkább gyakorlatorientált képzésben, és ezt nagyon széles körben tudjuk nyújtani, tényleg azt szerint, hogy milyen érdeklődésű a fiatal, meg fogjuk keresni hozzá megfelelő gyakorlati szakembert, aki oktatni tudja, és ez egyébként azoknak is ajánlható, ez a bizonyos műhelyiskola program, akik éppen valamilyen oknál fogva ugye szakmát szeretnének váltani. Hát 16 év fölött nagyon kiszélesedik a szakmai képzés több szinten és több időintervallumban indítunk képzéseket, és ha már itt tartunk, akkor engedd meg, hogy tájékoztassam ugye szintén a felnőtt korúakat, pontosabban hozzáteszem a 16 év fölöttieket, és onnan tovább kortalanul, hogy a felnőtt képzésben is részt vehetnek nálunk ingyenesen, akkor, ha csak két szakmával rendelkeznek. Tehát ha van szakmai előképzettségük, nem probléma, akkor is jöhetnek, és ingyen szerezhetnek további szakképesítéseket. Ajánlom, hogy nézegessék meg esetleg az iskolánk honlapját. Ott fent vannak már az ősszel indítandó szakmai képzések. Vannak olyanok, amelyek érettségihez kötöttek, tehát kell, hogy legyen egy érettségi végzettség, természetesen ilyen egy pénzügyes képzés például, pénzügyi ügyintéző, vagy ilyen egy kisgyermekgondozó képzés, vagy ilyenek a turisztikai jellegű képzéseink, és vannak olyanok, akik az alapfokú végzettséggel kínáljuk, tehát ott is a cukrász, fogadós, szakácsképzések, tehát a jellemzően vendéglátóipari képzések. És még egy fontos dolog, hogy aki valamikor nappali rendszerű képzésben szerzett szakképesítést, tehát van mondjuk egy autószerelő, szakács, cukrász, bármilyen szakmája, de érettségit szeretne szerezni, akkor is hozzánk jöjjön, mert két év alatt fel tudjuk készíteni az érettségire. Most is vizsgáztak ilyen érettségiző tanulók, és sikerrel vették az akadályokat, úgyhogy nekik is kínálunk képzést, úgyhogy nagyon széles körű a palettánk. Említetted a honlapot, hogy ott lehet tájékozódni. Igen. De mégis mi az a határidő, amíg jelentkezni, beiratkozni kell esetleg ezekre a szakokra? Hát a nappali rendszerű képzésben most június 18 és 19-ére hirdettünk meg személyes megjelenéssel történő beiratkozást. Tehát 18-án délután, 19-én délelőtt várjuk azokat, akik még nem jöttek az iskolába, tehát a beiratkozásra. Emellett egyébként megvan a lehetőség arra, hogy akik ugye nappali képzésbe jönnek, digitális módon is jelentkezzenek és beiratkozzanak. Ennek a munkamenete a honlapunkon megtalálható, vagy az általános iskola segít ebben. De nagyon sokan vannak, akik szeretik a személyes kontaktust, hiszen nyilván egy szülőnek millió kérdése van, hogy ha már idejön a gyermek ebbe az iskolába, akkor mit tudunk mi nyújtani, és milyen lehetőségek vannak, mi történik a gyerekével, tehát tulajdonképpen erre a személyes megbeszélésre is nagy szeretettel várjuk a szülőket. Természetesen mindent el fogunk követni, hogy a megfelelő védelmi körülményeket ugye biztosítsuk. És akinek most nem sikerül eljönnie, vagy nem akar még talán annyira kimozdulni, személyes kapcsolatot kezdeményezni,
augusztus végén is lesz ilyen pót beiratkozós napunk. Tehát tulajdonképpen a tanév, a következő tanév megkezdéséig én azt mondom, hogy bármikor, ha engem keresnek az iskolában, és szeretnének tájékozódni a szülők, bejönni, akkor rendelkezésükre állok. A felnőtteknek pedig, tehát a 16 év fölötti és felnőtt képzés iránt érdeklődőknek, pedig a honlapon keresztül is tudnak jelentkezni, és ha ott bejelentkeznek, akkor fel fogjuk venni velük a kapcsolatot, hogy miként tudják a hivatalos beiratkozási protokollt is megtenni. Én azt kívánom, hogy zökkenőmentesen teljen most már ennek az évnek a zárása, és a következő tanév előkészítése nektek, és beszélgessünk még így, hiszen lesz még miről, úgy hallom. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen én is a beszélgetést, és tényleg várunk mindenkit szeretettel az iskolánkba. Mi pedig majd megyünk, és beszámolunk igen. A következő eseményekről. Vendégem volt Énekes Rita, a Petszert József szakgimnázium és szakközépiskola vezetője. Nézzéknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!